Sziasztok! Nem baj, hogy tegeződünk, ugye? Nem. Jó. Volt olyan egy hangú, de mondom, jó. Mert jó van, könnyű közönség, tényleg kimegy az ember második perctől kezdve már ordítva rögnek, akkor nincsen probléma. Én maximum csak saját magamat járatom le, meg a családtagjaimat. De nincs barátnőnk, tiszta. De nincsen, tehát hogy van egy lány, akivel ismerkedek, de nem mondtuk ki, hogy mi együtt járunk, csak így ismerkedünk. Februárban mivel is ünnepelhették volna a párok a Valentin napot, ha nem egy jó kis szakító próbával? De hogy ez miért is vicces? Legfőképpen azért, mert a Pince Színházban február 18-án Redenszky Marcsi, Mackó Ádám és Orosz Gyuri feleltek a hangulatért, kellően megdolgoztatva mindenki rekeszizmát. A stand-up comedy humortársulat három komikusa párkapcsolati szempontból különböző utakon jár. Én vagyok egyedül házas, én 31 éve, idén 31 éve vagyunk házasok a férjemmel, és e témaköré csoportosulnak a sztoriaim. Aki utána fog fellépni, a Mackó Ádám, ő most arról fog mesélni, hogy ő szingli, Gyuri pedig arról fog mesélni, hogy ő vőlegény. Tehát itt tulajdonképpen a közösség minden egyes rétege ki lesz szolgálva a mai este. Azt gondolom, hogy ezt a nők jobban elképzelik, hogy ők milyenek szeretnének lenni egy házasságban. Szerintem a férfiak annyira ezen nem gondolkodnak. Meg szoktam is azt mondani, hogy egyébként alapvetően egy nő ne úgy válasszon magának párt, hogy majd mivé alakíthatom, hanem lehet, hogy ez nagyon csúnyán fog hangzani, és neked ez nem fog tetszeni, de én mindig azt mondom, hogy egy kapcsolatban a férfi legyen férfi, a nő legyen nő. Tehát ha csak 1%-ban is, de a férfi legyen az irányító a kapcsolatban, viszont a nőknek szoktam ezt nagyon tanácsolni és javasolni, hogy pontosan olyan férfit válasszanak maguknak, akiknek ugyanaz a céljai és ugyanazok a gondolatai, mint neki. Mert annak semmi értelme nincs, hogy kiválasztunk egy olyat, aki teljesen másképp gondolkodik, aztán meg vagyunk lepődve 2-3 év múlva, hogy ja, hát ő nem ennyi gyereket akar, mint én, nem ilyen helyen akar lakni, nem ebben a lakásban. Tehát ha jól választ az ember, akkor minden rendben van. Azt szoktam mondani, válasszuk mi a pályát és mi a játékot, és akkor biztosan nyerni fogunk. Hát én vagyok a szingli, igen. Igen, a három fellépő közül. Ja, nincsenek ilyen rajongó lányok, tehát hogy ez szerintem ilyen, bárcsak lennének. Milyen szinglinek lenni? Hát egyre nehezebb szerintem így ebben a mai világban. Tehát nehéz azért ismerkedni, ugye. Ugye például elvárják a nők, hogy sokszor ilyen Tinderen, meg ilyen helyeken lehet ismerkedni, ilyen különböző társkereső oldalakon, és így fel van nézve, hogy azért vagyok itt, mert nem szólítasz le az utcán, de hogyha meg leszólítasz egy nőt az utcán, akkor sokszor hülyének néznek. Tehát, hogy így, hogy odalépsz hozzá a metrón, és hogy szia, de jól nézel, és egyszerűen rácsodálkoznak, hogy ilyen még létezik. Tehát, hogy azért szerintem nehéz ismerkedni. Akkor azért figyelni kellett arra, hogy ugye ott a páromat is képviseltem úgymond a színpadon, tehát nem mutattam olyat mondjuk így a magánéletünkre, ami esetleg őt megbántotta. Most ilyen nincsen, tehát most igazából bármiről lehet beszélni, teljesen nyíltan, úgyhogy igazából ennek talán most ez ilyen, talán kicsit jobb is, mint hogyha vannak kötöttségek. Legalábbis nekem a szakító próbát. Hát erről a Gyurit kell majd megkérdezni. Ő már ugye csinálta ezt a műsort, és ott általában 80%-a szingli lett a műsor végére, úgyhogy ezt talán komolyan lehet venni, ezt a műsort. Én ott álltam egyébként az ajtóban, hogy megvigasztaljam a hölgyeket, de kikerültek. Hiszek a házasságban, tehát nyilván hiszek a házasságban, de hát nem keresem görcsösen a lehetőséget arra, hogy megházasodjak, hát akkor azt már 22-23 éves koromban megtehettem volna, de majd azzal, akivel úgy érzem, hogy ez működőképes hosszú távon. Sokan meg szokták kérdezni egy-egy ilyen est kapcsán, hogy milyen érzés női mi voltában állni az embernek ezen a színpadon, mint humorista, hát tulajdonképpen ugyanolyan, mint a fiúknak. Annyi, hogy sokkal furcsább üzeneteket kapok nő létemre, kettő kedvenc üzenetem van. Az egyik az, hogy mennyire vagy férnél. Hát ugye mit mond ilyenkor az ember, hogy nagyon, amennyire csak lehet. A másik kedvenc üzenetem, hogy láttalak a tévében, és függetlenül attól, amit csinálsz, én egy nagyon rendes nőnek tartalak. Egy dologban biztosan hasonlítunk. Mindenki keresi az igazit, sokszor még az is, aki már elvileg megtalálta. De honnan tudjuk, hogy megtaláltuk? Ez az est sem tud erre konkrétan választ adni, de az biztos, hogy a problémákat a felszínre hozza. Orosz Gyuri nem titkolt szándéka, hogy a 80 perces humorest alatt kiderüljön, kik azok a párok, akik egymásnak vannak teremtve, de az is, hogy kik azok, akiknek nem szabad együtt élniük. Ami még kiakasztó volt mindig, az a cipővásárlások. Voltunk már cipőt vásárolni a párunkkal? Urakat kérdezem így.
Igen. Kivakít a reflektor, de így is látom a szenvedő arcokat, hogy igen, voltunk. Hölgyektől kérdezem, mennyi időt szoktak cipőt vásárolni? 10 perc? 20 perc? Ki mondta? Én láttam a tévében a humoristákat, és akkor rájöttem, hogy ők a saját életükről mesélnek sztorikat, és hogy tulajdonképpen én ugyanezt csináltam, csak otthon. A családnak, a kolléganőimnek, a munkahelyen, és akkor úgy gondoltam, hogy hát én próbálok egy szerencsét próbálok, és megpróbálom én is nézőközönség előtt ezt elmondani. De ez mindig így volt, hogy nagyon vicces vagyok az osztályban is, az iskolában is, és akkor látom, hogy ebből emberek így nézőközönséget kovácsolnak maguk köré, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt én megpróbálom. Tehát kíváncsi voltam magamra, hogy ugyanezt tudom-e produkálni akkor is, hogyha mondjuk tényleg nagyon másként állni a színpadon, szembe a közönséggel, mert mindenki úgy van vele, hogy ó, hát én is tudok mesélni, de másabb egy baráti társaságban, meg úgy is más, hogyha tényleg kint állsz a színpadon, és teljesen egyedül vagy. És nekem az első próbálkozás már sikerrel járt, úgyhogy úgy jöttem le a színpadról, hogy igen. Persze, hát mindenki izgul először. Én életben ugyanolyan vagyok, mint a színpadon. Tehát tulajdonképpen nekem nem kell fölvennem egy szerepet, nem kell átalakulnom, nem kell úgy rákészülnem, hanem tulajdonképpen nekem az a célom, hogy ugyanúgy magamat adjam a színpadon is, mint ahogy így beszélgetek így a hétköznapi életben. Emelje fel a kezét, aki szereti a párját. Nagyon jó. Férfiak így, nem úgy, majd legyen. Aztán meg az elégedett mosoly, mit meg nem teszek érted? Ennyi ember előtt felemeltem a kezét. Hát, én tényleg így a hétköznapi életből merítem a sztorikat, és így akár a buszon, akár a munkahelyen elkapok egy kis párbeszédet, vagy hallok valami új hírt, vagy egy sztorit, akkor gyorsan bepötyögöm a telefonomba, és amikor úgy nekiülök így anyagot írni, akkor ezeket így felhasználom. És nyilván az ember egy picit hozzátesz, egy picit kiszínezi, de én például az a humorista vagyok, aki csak azt tudom elmesélni, ami tényleg megtörtént velem. Tehát amit így hallottál tőlem, azt én mind megcsináltam. Nekem még így nem kellett kitalálnom dolgokat, tehát velem ezek mind megtörténtek. Szerintem van olyan humorista. Van olyan humorista, aki például felvesz egy szerepet, és annak az életét meséli el. De lehet, hogy mondjuk annak is van valós alapja, de szerintem az, amit én csinálok, az valahogy így hihető. Tehát sokan azt mondják, hogy azért szeretnek engem, mert én hiteles vagyok. Tehát ugyanúgy beszélek, mint minden más anyuka, feleség, háziasszony, és így magukra ismernek az emberek. Én például, ha megyünk valahova fellépni, akkor nagyon keveset beszélek az autóban. Én általában itt csöndben ülök hátul, Kriszta mellett. És hogyha megszólok, akkor is kétszer meggondolom. Nem vagyok az, aki így a társaság középpontja lenne, hanem inkább így meghúzódok, és akkor figyelem azt, hogy mi történik, és akkor ezekből majd később a színpadon így anyag születik. De egyébként nem vagyok az, aki így a történeteivel egy a társaság középpontjába kerülne hamar egy baráti körben. Ez egy érdekes dolog, mert hogy talán inkább, amikor én ezt először megpróbáltam, akkor ez ugyan volt, hogy kipróbálom, hogy működne, vagy hogy egyáltalán sikerülne ezt megcsinálnom egy ilyen terápia jelleggel, mert hogy én mondjuk így általános iskolában még verset mondani sem szerettem az osztálytársaim előtt, tehát hogy így semmiért, úgyhogy ez ilyen teljesen véletlen volt, hogy ez egyetlen színpadra álltam, meg hogy ez működött. Tehát nem fűztem hozzá nagy reményeket, ez volt olyan 8 éve. És akkor vannak ilyen hosszú, már nagyon régóta tartó párkapcsolatok, ilyen a szüleimé is. Hát apám 40. házasság évfordulón 11 szál virággal jött haza. Azt mondja, hogy hogy 11 szál, eddig voltam boldog. A stand-up az igazából egy szónok. Tehát az majdnem, hogy úgy lehet felfogni. Tehát kimegyek, és van valamiről véleményem, teljesen mindegy, most mondjuk adott esetben a párkapcsolatokról. Van egy véleményem, és teljesen kendőzetlenül, ahogy én erről gondolkodom, azt, és ennek a gondolati részét is, ezt én elmondom a közönségnek, és nem érdekel, hogy a közönségből bárki megharagszik rám, bárkinek problémája van, és nem elsősorban a poén a legfontosabb, hanem az, hogy közöljek valamit, elmondjam, hogy nekem mi a problémám, vagy én mit tartok problémának, vagy hogyan és milyen módon hiszek az egyenjogúságban, és ennek a kifordított dolgairól is beszélek. Ez ilyeneket mondanak, ilyenekről beszélnek a stand-uposok, és mindig saját perspektívából. Tehát a humoristák azok inkább
ott elsősorban a legfontosabb a humor. Nyilván benne abban is van mondani való, tehát ez nem igaz, hogy nincsen, mert abban is vannak kritikák, és abban is megfogalmaznak dolgokat. De azok 90%-ban fiktív dolgok, tehát fiktív módon dolgoznak fel egy szituációt, és általában külön van az író, és külön van az előadó is. És igazából ez olyan, hogyha egy filmes hasonlattal éljek itt is, hogy van egy forgatókönyvíró, meg van egy színész, és a kettő közt van a rendező, aki ezt a forgatókönyvíró gondolatait megpróbálja a színészre átvinni. Hát ez nem mindig sikerül, nagyon sok olyan film van, amiben ez nem jön létre. És itt egy óriási szerencsénk van, hogy én vagyok a forgatókönyvíró, én vagyok a rendező, és én vagyok a színész is. Tehát, hogy minden egybe történik, ezért nem tud félrecsúszni az információ. Lejött az egyik estünkre Anger Zsolt megnézni ezt az egészet, hogy milyen a stand-up, mert ő már régóta gondolkodik, és így vége volt az előadásnak, azt mondja, úristen, azt mondja, ez nagyon kemény. Azt mondja, itt, hogyha, azt itt a nevetés majdnem az a reakció, amit mi mindig ki akarunk váltani. És azt mondja, az óriási ciki lehet, ha nem nevetnek. Hát mondom, az nem olyan jó érzés. Ő felhívta erre a figyelmet, és ezt még én sem figyeltem meg annyira, hogy nekünk meg tök jó, hogy van egy azonnali visszajelzés a közönség felől, ezért a színészkedést vagy bármit, azt be tudjuk úgy állítani, hogy pontosan tudom, hogy mi az, ahol már ciki, és meddig lehet elmenni. Tehát, hogy lehet még tolni egy sztorin, vagy vissza kell fogni, mert egyébként egy színésznél ezt soha nem ő határozza meg, hanem a rendező. És a rendező azt mondja Zsolt is, hogy valamikor mondja, hogy de hangosabban ordíts. És akkor ő már tudja, hogy baromira nem kéne itt hangosabban ordítani, de ha a rendezőnek ez az elképzelése, akkor másképpen instruálja a fellépőket. Tehát ha már visszatérve eredetet, szerintem ez a nagy különbség, hogy fiktív vagy valós a két történet, humoristánál meg stand-upostánál. Mint az énekeseknél, tehát ha mondjuk ott van egy Karamell, aki ő maga megírja a dalt, megírja a szöveget, megírja a zenét, plusz elő is adja, plusz még a vizuált is általában ő találja ki. Hát persze, hogy egy olyan produkciót kapunk, ami ő maga tisztán 100%-ban. Persze vannak amúgy nagy szerencsések, tehát például Bajor Imrének baromi jó együtt tudott dolgozni az íróival, tehát ezért nagyon hiteles lett az, amit ő előadott. Vagy például ott van Kon Zsuzsa, aki mindig mondta, hogy neki olyan szövegeket írnak és olyan dalokat írnak, amivel ő is egyetért. Bár lehet, hogy ő ezt nem tudná megírni, de abszolút egyetért vele. És így azért ezek működnek, ezek a dolgok. Ez egyébként vagy összejön, vagy nem. Most nyilván egy stand-uposnál ez mindig összejön, mert hát nyilván azt fogom írni, amit én szívesen előadok. Vadászás közben nincs pofázás. Elmegy a vad. Ezért van az kocsmába, és bemegy két férfi. Sört. És meg van beszélve. Mint régen, amikor néztük a szarvast. Langevol. És ameddig mi vadászni voltunk, hol voltak a nők? Bogyót szedtek. Bogyó nem fut el. Reggeltől estig lehetett pofázni. Ezért tudnak egyébként a nők 50-féle pirosat is megkülönböztetni. Tehát koral, vörös, 20 szín, Barcelona, piros, meg a tököm tudja mi, mert rossz árnyalatot vettek le, az megdöglött a falu. Hát persze, hogy fontos volt. Nekünk csak piros a vér. Nekem minden piros, ami így rózsaszintől liláig volt. Nekem mind piros. Mondjuk egy hosszabb sztorinak az alapja, az mondjuk lehet akár egy mondat, ami elhangzott egy baráti társaságban, egy beszélgetés során, vagy ami mondjuk így megtörtént, és akkor abból ugye ki kell kerekíteni egy történetet, tehát azért nyilván hozzá kell adni ahhoz, ami az alapsztori, de én mondjuk nehezen írok anyagot úgy, hogy nincsen semmi alapötletem, vagy alaptörténés, és csak leülök és elkezdek valamin agyalni, és erről mondjuk anyagot akarok írni, hanem mindig, ami velem történik, azt próbálom egy kicsit úgy jobban megmutatni az embereknek, kicsit így kiszínezni, hogy annak is vicces legyen, aki mondjuk nem volt ott abban az adott helyzetben, vagy nem ismeri azt az emlét, akiről ez a műsor szól. Tehát így, aki már volt férnél, tudja, hogy meg házas, tudja, hogy elhangzott ez a mondat, hogy holtomiglan, jóban, rosszban, de egy 30 év után, nem jóban, rosszban, hanem így barátok közt. Mi nem viccet mesélünk. Ez a nagy különbség, hogy mi nem viccet mesélünk, hanem tehát az a régi kabarénak szerintem, az a régi kabaréhoz tartozik, hogy valaki vicceket mesél, mert tényleg van egy olyan sztori, amit valaki nem tud jól elmondani. Valaki meg nagyon jól el tudja, de nálunk nem erről van szó. Itt mindenki saját magát viszi a színpadra, és úgymond nem idegen tollakkal ékeskedik, hanem ami a saját humorérzékéből fakad, azt viszi a nézők elé. És valaki erre vevő, van, aki nem. Tehát mindenkinek van kedvence.
és akkor így lehet válogatni egy közülünk. Én például nem politizálok, nem használom celebeknek a hírnevét, tehát senkit nem úgymond szólok le, nem nyilvánítok véleményt, én maximum csak saját magamat járatom le, meg a családtagjaimat. Mert azok biztos nem perelnek be, bár azt mondta az öcsém egyszer, hogy azt én csak hiszem. Például valaki rámegy a politikai humorra, azon is lehet nevetni. Vagy rámegy kimondott az ilyen celebeknek a történeteire, véleményt nyilvánít róluk, én nem az az ember vagyok. Én csak így a saját magam kis családi élete, saját magam gondolatai, amit így felismerek vállalni. Nem tudom, ki szokott játszani szempillásat a párjával. Hogy találunk egy szempillát rajta, levesszük, megfújkáljuk, és ki kell találni, hogy alulra vagy felülre tapadt. Megvan ez a játék? És aki kitalálja, az kívánhat. Egyébként előtte piszkáltad az orrot tenyered. Nekünk van ez a humortechnikum, ez a tehetségkutató, tehetséggondozó programunk, és nekem ez nagyon nagy segítség ezeken a problémákon, ahogy embereket átlendítek, ezzel saját magamat is átlendítem. Plusz én a szakmát inkább a régi motorosoktól tanultam, tehát Maksától, Ihostól és olyan karinti gyűrűs humoristáktól, akik már nem tudom, 40 éve a pályán vannak. És volt nemrégiben egyébként, körülbelül egy évvel ezelőtt egy olyan problémám, így fellépések után, nyilván is helyzetbe tudtam úgy magam hozni, hogy jó érzéssel menjek fel, jó vidám hangulatban, mert itt azért nekem egy kicsit úgy kell beszélnem a színpadon, mint te az életed legjobb buliában, az életed legjobb formájában elmesélsz egy történetet három barátnődnek, egy hangos zenével a háttérben és az kezetekben egy üvegitallal, vagy egy pohár itallal. Na most nekem úgy kell kijönnöm már ide, hogy nekem ott az előző pár percben úgy kell kijönnöm, mintha én egy ilyen szituációban lennék, és én nektek elmesélek dolgokat. Én az elmúlt 10 évben ezen nagyon-nagyon sokat dolgoztam, hogy ezt mindenféle tudatmódosítószer nélkül létre tudjam hozni, tehát se alkohol, semmilyen felpörget. Tehát jó, valamikor egy energiát megízzak a fellépés előtt, de ezt még úgy gondolom, hogy ez még belefér, bár párom szerint azt mondta, kevesebbet kéne innom. De én a tanítványaimnak is ezt szoktam megtanítani elsőnek, hogy sem a felpörgést ne hozzuk létre valamivel, mert az a baj, hogy biztos, hogy alkoholizmus lesz a vége, és a végén a lenyugtatást, tehát amikor lenyugszik az ember, azt is próbálják meg valahogy máshogy megoldani. Már egész, én nem is tudtam róla, én kicsi gyerekkoromtól kezdve meditálok, és, de nem tudtam, hogy ez az, tehát nekem például vannak én 2 órás fürdéseim, amikor úgymond ki is találok egy komplett történetet, kijövök a fürdőkertből, és gyorsan leírom. Tehát nekem ott megszületnek ezek a gondolataim. És volt olyan, hogy kimentem, mindenki azt mondta, hogy lejöttem a színpadról, menedzsertől, páromig, a nézőktől, ez mindenki is nagyon jó műsor volt. És nem éreztem jól magam. És lejöttem, és azt éreztem, hogy nem volt az, amikor úgy jön az emberrel a közönség, és minden mozdulatomon nevetnek, és tehát hogy nem volt életem legjobb fellépése, hanem csak jó volt. És egy ilyen rossz érzés volt bennem, egy ilyen ürességérzés. És akkor beszéltem ilyen, nem, most direkt nem fogok neveket mondani, beszélgettem ezekkel a 40 éve pályán lévő emberekkel, előadókkal, humoristákkal. És azt mondja az egyiknek, ezt elmondom, ezt a problémát, azt mondja, ó, nekem már 30 éve így van, szokd meg. Elmondom, ez nekem nem volt jó válasz, én nem szeretném ezt megszokni, mert egész életemben én valamit nem szerettem, vagy nem élveztem, akkor képes voltam teljes életemet megváltoztatni, de nem vagyok hajlandó olyat csinálni, mert nem, amit nem élvezek. És megkérdeztem egy másik humoristát, ő már 60 fölött van, és mondja, hogy ha egy 40 perces előadáson 38 percbe kerül az, hogy létrehozd azt a jó érzést, akkor 38 percig küzdj érte, legyen még jobb, írjál még többet, fejlesz tovább, és ha csak a 2 perc lesz az, amikor jól érzed magad a színpadon, akkor már jól fogod magad érezni te is. És akkor rájöttem, hogy igen, akkor ez a teendő, akkor még többet kezdtem el ezeken dolgozni, még jobban odafigyeltem arra a közönség reakciókra, hogy lehet még jobban felkorbácsolni a hangulatot, és most már jól, most már mindig úgy sikerül elérnem
ezt, hogy... Mert jó van, könnyű közönség, tényleg kimegy az ember második perctől kezdve már ordítva rögnek, akkor nincsen probléma. De amikor egy kicsit nehezebb a közönség, akkor képes vagyok 38 percig küzdeni azért, hogy létrehozzak... Az alatt is nevetnek, tehát nyilván addig se rossz a produkció, de hogy létrehozzak egy olyat, amikor tényleg már úgy érzik, hogy bepisílnek a nézőtéren, és akkor azt megcsinálom, és akkor jó érzéssel tudok lejönni a színpadról. Ugye tudjuk, milyen érzés, most a hölgyeket kérdezem, vagy hát az urakat is, hogy amikor az ember otthon van a gyerekkel egyesen, éveken keresztül. Én 6 évig voltam otthon, tehát tudom, milyen érzés az, amikor otthon vagy a gyerekkel, hazajön a férjed, és annyit mond, hogy ha elmegyek tankolni. Ó, mondom, vigyél magaddal. Ugye? De hát azt mondja, én csak tankolni megyek, mondom, engem nem érdekel. Felvettem a szép ruhámat, megcsináltam a hajam, kisminkeltem magam, és elmentünk a benzinkútra. Hát ott volt minden. Marcsi a külföldön élő magyarok alkotta közönséget is tesztelhette már. Legutóbb Írországban járt. Erről kérdeztük. Ja, hát nekem azért volt nagy élmény, életemben most repültem először. Tehát én még soha nem ültem repülőn, és nagyon izgultam, és Gyuriék nagyon kedvesek voltak, mert mondták, hogy az enyém az ablak melletti ülés, és annyit mondtak, hogy arra ügyeljek, hogy a kezem legyen mindig így az arcom előtt, hogy az üvegszilánkok ne sértsék majd fel a zuhanás közben. De tehát az is nagy élmény volt, hogy repülőn ültem, az is nagy élmény volt, hogy tulajdonképpen engem is azért hívtak meg, mert hallottak már a rádiókabaréban, és kíváncsiak voltak rám. És hát a látványosság, a sziget az fantasztikus volt, tehát azt így nem serélném el semmivel se. És hát igen, egy élménnyel gazdagabb az ember, hogy nem csak itthon ismerik és szeretik, hanem tényleg így rádión, televízión keresztül így bárhol utol lehet így minket érni. És vártak, nagyon vártak minket. A téma ugyanezt pont kérdeztem Gyurit, hogy tulajdonképpen mehet minden, amit itt értenek az itteni magyarok, és tulajdonképpen kiderült, hogy ők nagyon, nagyon otthon vannak minden egyes témában, és teljesen működött ugyanúgy, mint itthon. Ott egy olyan közönség kovácsolódott össze, akik nem azok az ordítva nevetősek voltak, hanem ilyen elgondolkodtató, olyan hallgattak minket, ugyanúgy nevettek, mosolyogtak, a végén nagyon tapsoltak, de nyilván ők nem jártak sűrűn ilyen estekre, mint amit mi például 2 hetente csinálunk, de a végén nagyon jól érezték magukat, fotózkodtak velünk, odajöttek beszélgetni, és hát mindenki elmondta, hogy mennyire jól érezte magát. Én például, hogyha megyünk valahova felépni, akkor nagyon keveset beszélek az autóban, én általában itt csöndben ülök hátul, Kriszta mellett, és hogyha megszólok, akkor is 2-szer meggondolom. Ott van nagyanyám, ő második lett egy szelepfarsom más versenyen, felnőtt farsangon, Koltai Robertnek költözött saját bajusza. És akkor mindig eszembe jut az én legcikibb farsangi élményem. Én egyszer 5 éves koromban tengeri marasznak költöztem a farsangon, de akkor egyébként mindenki az óvodában annak költözött, így a mi csoportunk, mert kitalálták azt, hogy milyen vicces lesz, hogyha mi egy tengeri maraszt csordának fogunk beöltözni. És van egy haverom, Zolika, rosszul adta áthatóan az infót, ő azt mondta, hogy tengerész malasznak kell öltözni, és azért amikor 30 szőrcsomó között te vagy egyedül rózsaszín cicon a Lemon Matlózingba, azt nehezen dolgozott fel egyébként. És ő ezt nagyon nehezen dolgozta föl, őnek az első barátnője akkor jött össze, amikor 25 éves volt, és a nő idősebb volt, mint ő, de Zoli büszke volt rá, és hazament, és így elújság volt az anyukájának, hogy anya, képzeld el, van barátnőm. Jaj, ez nagyon jó, Zolika, mikor hozott haza bemutatni? Hát mielőtt hazahoznám, tudnod kell, hogy 2 évvel idősebb. Az ember kicsit tapasztaltam nálad, de nem nálam, nálad. Itt azért Magyarországon sokszor azt érzem, hogyha nincs kellően lesötétítve a színpad, vagy a nézőtér, akkor nem nagyon mernek nevetni. Mi nagyon örülünk neki, ha van egy-két hülyén nevető a nézők közt, mert az fellazítja a többi embert is, hogy azt mondja, én ennyire hülyén nem nevetek, úgyhogy most már merek én is. Ez fontos, mindenképpen lazábbak, tehát minden országban azt érzékelem, hogy ott vannak a magyar emberek, akik innen Magyarországról kimentek, és attól függően, hogy milyen régóta vannak kint az adott országban, annyira felveszik az ottani ország embereinek a tulajdonságait is. Tehát, hogy nyilván az amerikaiak lazábbak, az írek pedig, hát azok is lazák, de azok pedig nagyon viccesek, nagyon szeretnek tréfálkodni, nagyon szeretnek kommunikálni, ezért ők inkább meg azt vették fel. Tehát van is olyan ismerősöm kint, akit már korábban ismertem, és most, hogy kimentünk, sokkal közlékenyebb volt, sokkal jobban benne volt beszélgetésekben, és ilyen szempontból biztos, hogy változtak. Volt egy nagyon aranyos sztori.
Az USA-ban volt egy pár olyan néző, akik hát nagyon régen költöztek már ki, 80 év fölötti nénik egy asztalnál, és ott állt mögöttük párom, és mondja az egyik néni, egy sztoriban annyit mondtam, hogy pucéran voltam, és azt mondja a néni, hogy ó, de imádom ezt a szót, pucéran, azt mondja, már 10 éve nem használtam. Tehát, hogy már nekik ez is különlegesség volt, hogy ők ott egymás közt sem nagyon beszélnek már magyarul, és ez így külön érdekes volt nekik, hogy valaki magyarul stand-up-ol. Ráadásul a mi társulatunk az próbálja is ezt a vonalat képviselni, hogy igazi stand-up comedy-t csinálunk, most teljesen mindegy, ahogy az angoloknál, vagy az amerikaiaknál, de hogy inkább ilyen gondolatibb, vagy ilyen a gondolatokról szóló stand-upot, a véleményünket sokkal inkább kivisszük színpadra, mint mondjuk a humoristák. Tehát sokszor nálunk egy stand-up komikusra azt mondjuk, hogy stand-upos, de igazából ő nem stand-upos, hanem humorista, tehát csak egyszerűen így hívjuk azokat az előadókat, akik egyedül kiállnak a színpadra, és egy mikrofonnal beszélnek. Hogy amikor először önként felmondta a leckét, odaállt így elében, kezembe adta a tételeket, így lazított, kérdez. Hát mondom, kicsim akkor a 48-as szabadságharc és bukása. Oké, ezt tudom, következő. Melyik anyuka nem kapná ettől agyvérzést, ugye? Én úgy érzem, hogy a nap bármelyik percében tudok humoros lenni, és annyira jó érzés, hogy a kolléganők is bejönnek az irodába reggel, és mondják, hogy olyan rossz kedvük van, hogy nem történt velem semmi, amit el tudnék mesélni. És attól, ha beszélgetnek velem, attól nekik jobb lesz a napuk, és vidámabbak lesznek, és én ettől így feltöltődöm. És ez nekem kell. Szerintem ez mindig is kellett. A legjobban nevetőt kell nevettetnem, és az majd hozza magával a többi embert, mert a legjobb nevetővel nevetőt szórakoztatom, akkor én egyre jobb leszek. Ha a legrosszabbból nevetőt, akkor én egyre rosszabb leszek. Apukámnak van erre egy nagyon jó mondása, mindig gyerekkoromban úgy ettem a cseresznyét, hogy mindig a legszebbet hagytam a végére. És mondta apám, hogy azt mondja, hát ez nem vagy normális, azt mondja, hogy végig a rosszat eszed, a legrosszabbakat eszed. Szóval a legszebbel kezd, és azt mondja, akkor mindig lesz egy megint egy legszebb, és akkor mindig a legfinomabbat eszed, úgyhogy így vagyok a közönséggel is. Mindent megteszek azért, hogy jó hangulatban menjenek haza a párok. Nagyon fontos, a párkapcsolatnak két nagyon fontos szabálya van. Az egyik az őszinteség. Ez talán a legfontosabb. A másik pedig, hogy mindig, minden esetben töröljétek a Google előzményeit. Ez egy másik nagyon fontos dolog, tehát azért ezt próbáljátok meg betartani.